Futás, ugrás, dobás. Az ARAK aktív szervezői az atlétika szinte valamennyi számából válogattak a tehetségkutató programjába. Nekem a gátfutás tetszett nagyon. Idén tavasszal 8 iskolai helyszínen zajlanak a selejtezők, a program már a felénél jár, így egyre jobban kialakulni látszik az április 13-ai ARAK aktív városi döntő mezőnye. Stábunk a Kossuth Lajos általános iskolában zajlott selejtezőre látogatott el. Itt az egyik legaktívabb csapat a turbócsigák voltak. A csapat 4 tagját, Angyal Gézát, Berekszi Dánielt, kerékgyártó Mercedes-t és Kregl Flórát arról kérdeztük, hogyan is jött ez a furcsa, ám mint később kiderült, mindenképpen szerencsét hozó név. Egyik barátunk szülinapja volt, és ott kitaláltak egy ilyen csapatnevet, és azóta ez ilyen jól hangzik, hogy ilyen viccesen, és hát turbócsigák, összeért. Az ARAK aktív már évek óta meghatározó programja a székesfehérvári diáksportnak. Ahogy Tölgyesi előd az ARAK szakosztály vezetője kérdésünkre elmondta, több olyan fiatalra is felfigyelnek egy-egy ilyen tehetségkutatón, aki később az ARAK-nál aktívan megismerkedik a sportág alapjaival. Az elmúlt fordulók alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy többen jönnek és kipróbálják a délutáni atlétika edzéseket is, az iskolai foglalkozásokon túl, ami szintén az egyik célunk, úgyhogy ebből a szempontból is azt mondom, hogy az idei iskolai forduló is jó úton jár. Ami az ARAK aktív folytatását illeti, 4 forduló már lement, legközelebb március 12-én a Szénatéri Általános Iskola tanulói mutathatják meg ügyességüket a játékos atlétikai versenysorozaton.